férfi, ő azt gondolja, hogy mindenki attól lesz boldog, hogyha ő az. És az elsődleges igénye az, hogy az ő szükségletei ki legyenek elégítve. És ez így jó is lenne, hogy a nő ad, a férfi pedig kap. Csak az a baj, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez az, ami hosszú távon a bosszi zsarnok szindrómához vezet. Tehát a nőknek is el kell oda jutniuk, hogy igenis ők is szeretnének kapni, és nem bánnak boszorkánnyá, meg házsártossá, hogy mindig csak adok. A férfi pedig akarjon adni, hogy a felesége boldog legyen. Nagyon nagy örömmel tapasztalom azt, hogy teltházas volt az előző is, és a mai is, sőt meg kellett hirdetnünk egy harmadik alkalmat is, úgyhogy nagyon nagy örömmel látom azt, hogy a párok eljönnek ilyen alkalmakra, és hogy örömmel vesznek részt. Ja, figyelj, holnap este később jövök haza. Elmegyünk egy kicsit iszogatni. Igen. Valami baj van? Nem, de hogy semmi. Na, de látom, hogy valami baj van. Mi bánt? Hát úgy volt, hogy holnap engem viszel moziba. Ja, akkor nem megyek. Mindig kell egy mély levegőt venni, amikor ilyen konfliktus helyzetek vannak. Tehát amiket mi itt próbáltunk ötletbörzét összehozni, hogy mi az, amivel jobban lehet a másik felé fordulni. Ez nem azt jelenti, hogy mi ebben 100%-osan profik vagyunk, mi ezzel küzdünk, és mi is ezeket nap mint nap gyakoroljuk. A házasság érték és a család nagyon nagy érték. Azt gondoljuk, hogy az új élet születés is értékes, ennek az alapja ugye a család, a házasság. Úgyhogy hát reméljük, hogy egyre többen fognak ebbe az irányba mozdulni velünk együtt, és hát próbálunk egy pozitív példát és egy örömteli életet mutatni, mert nagyon, nagyon sokan vagyunk így, akik boldog házasságban élnek. Mi a Sentinel Plébániához tartozunk, és hát most már szerintem 10 éve így amikor ahonnantól Zsófival összekerültünk, és onnantól fogva így a gyerekekkel együtt odajárunk, ami azért nagyon jó, mert egy nagyon összetartó közösség. Sok a fiatal, van külön gyerekvise, ahol nem nézik ki azt, hogyha a gyerekek visonganak, és egy nagyon jó közösségi élményt ad. És 4 darab gyerekünk van, a 6,5 évestől a 1,5 évesig. 3 fiú és 1 kislány, hát az utolsó 2 között 1 évkor különbség van, úgyhogy itt a végén elég sűrű lett, de hát nagyon nagy örömmel és szeretettel neveljük őket, és nagyon boldogok vagyunk, hogy van 4 gyerekünk.